4 éves volt, már pop szerettem volna lenni, és a véremben van. Tehát én, ahogy kezdtem, úgy szeretném befejezni is. És a Pálos rendháznál ugye egy földír alatt vagyok a templommal. Igaz, hogy utcára tudom majd megközelíteni a templomot, de azért mégis papként szeretnék élni, és papként szeretnék befejezni. Szóval ez nekem, tehát a papság az nem egy kereszt, hanem egy ajándék. Örülök, hogy megkaptam ezt a Bezerédi István díjat Tolna megyétől. Most már, amikor ilyen kidőlt keresztfának számítok egy kicsit, ugye mégis számon tart a szülő megyém. Maga Bezerédi István ugye Tolna megye országgyűlési képviselője volt Pozsonyban hosszabb ideig. Nagyon szociális érzékű ember volt, és a felesége pedig a vallásos nyelvet használok, a gyerekpasztorációban ugye merült el, és így lettek ők a családnak a nagyjai Tolna megyében. Bennem úgy Bezerédi, meg a felesége, az első feleség, meg meghalt fiatalon Amál, az nagyon-nagyon élnek is, és hozzátartozott az életemhez mind a kettő. Ugye gyerekkoromban a Béla téri iskolában, amikor följártunk, akkor politechnikára így mondták a tantárgyat, akkor mindig ott mentünk el a Bezerédi szobor előtt és a Bezerédi Amál domborműve előtt. A szekszárdi paraszti család az stabil volt. Tehát 3 generáció éltünk együtt. Ugye, amikor édesapám megházasodott édesanyámmal, akkor édesanyám szüleihez költözött át, és ott voltunk 3 generáció. És hát nagyon sokat köszönhetek. De az apai nagyszüleim is egy utcába odébb éltek, úgyhogy az ember kisgyerekként, nem is tudom, hogy hogyan éltem meg, de ez a, tehát az apai meg az anyai nagyszülők, azok nagyon közel álltak hozzám. És volt még egy, aki nagyon közel áll hozzám, az anyai nagyanyának a testvére, aki gyerektelen volt és fiatalon megözvegyült, hát ő is beletartozott ebbe a generációk együttélésébe, és aztán az első imádságot is tőle tanultam meg. Nem szenvedtem sose a család hiányától, mert mindig családok közepette éltem. És most a beteg állapotomban is tényleg tenyerükön hordoznak a pécsi családok, akik körülöttem nőtek fel annak idején. Lehet, hogy lerobban az ember és elkerül a Szent Ürinc otthonba, mindenképpen temetkezni, hazamegyek Szekszárdra, úgyhogy majd visznek, nem saját lábom. Visszamegyek a szüleimhez, tőlük indultam, hozzájuk térek vissza.